Sziasztok! Ezúttal egy olyan téma kerül terítékre, amivel kapcsolatban tapasztalataim szerint még mindig elég nagy a zavar a fejekben jelesül, hogy mik a különböző műnemek, mi a különbség műnem és műfaj között, illetve hogy az egyes műfajok milyen műnemekbe sorolhatók be. Tehát a mai misszióm az, hogy ezzel kapcsolatban megpróbálok egy kis rendet tenni. Vágjunk is bele! Nekem az a tapasztalatom, hogy legtöbbször a zavar abból keletkezik, hogy nem igazán értik, értitek a különbséget műfaj és mű nem között. Tehát indítsuk onnan a dolgot, hogy a irodalom órán, meg úgy általában irodalommal foglalkozva, egy-egy művel foglalkozunk, tehát szövegekkel, irodalmi szövegekkel foglalkozunk. Az irodalmi szöveget azt különbözteti meg a hétköznapi szövegtől, hogy esztétikai igényel íródott, tehát más nyelvezetet használ, más szavakat használ, és sokkal gondosabban van szerkesztve. Tehát, ha definiálni szeretnénk azt, hogy mi az, hogy irodalmi mű, akkor valahogy úgy tudnánk definiálni, hogy egy esztétikai igényel megért, szerkesztett szövegről beszélünk, amikor irodalmi műről beszélünk. Na most ezeket az irodalmi műveket nagyobb csoportokba be lehet sorolni, ezek a műfajok. Ezek a csoportok, <kül> ezeket a csoportokat, a különböző műfajokat, Formai és tartalmi jegyek alapján definiálják. Tehát formai és tartalmi jegyek alapján mondják ki egy szövegről, hogy ez egy óda, vagy ez egy regény, vagy ez egy eposz, vagy ez egy tragédia. Tehát az fontos, hogy nem csak az a lényeg, hogy miről szól az adott mű, hanem az is, hogy milyen formában dolgozza fel ezt a témát. Ebből a kettőből állapítódik meg egy-egy szövegnek a műfaja. Tehát ez a műfaj. És a műfajokat soroljuk bele még nagyobb kategóriákba, ezek a műnemek. Még műfajból nagyon-nagyon sokféle van, ráadásul ezek keveredni is tudnak. Műnemből összvisz háromról szoktunk beszélni Irodalom, tehát három irodalmi műnem van. A líra, az epika és a dráma. Tehát a műnembe műfajokat sorolunk bele, és ez a besorolás pedig elsősorban már tartalmi jegyek alapján történik. Tehát az, hogy azt, hogy egy szöveg milyen műfajba, és ez a műfaj aztán, tehát hogy a műfaj milyen műnembe sorolódik, ezt elsősorban tartalmi jegyek alapján döntjük el, vagy tartalmi jegyek alapján vannak besorolva. Ez ugye nem egy rugalmas folyamat, hanem, hanem ez egy rendszer, olyan, úgy képzeljétek el, mint a, mint növényrendszer tant például, hogy, hogy itt is van egy megadott rendszer annak, hogy, hogy melyik szöveg milyen műfaj, és ez a műfaj milyen nagyobb kategóriába, milyen műnembe tartozik. Tehát az a lényeg, hogy a műfaj és a műnem nem ugyanaz. <laughs> nem ugyanaz a két szó. Ezek nem szinonimái egyiknek, eh, egymásnak, hiszen egyrészt az egyik az egy szűkebb kategóriát jelöl, a műfaj az egy szűkebb kategória, a műnem az egy tágabb kategória, és eh, még a műfajnál a formai és a tartalmi sajátosságok egyáltal, eh, egyaránt fontosak, addig a műnem az első sorban eh, tartalmi kategóriák alapján definiálódik. Tehát ezért azt a mondatot mondani, hogy ennek a szövegnek a műfaja líra, ez egy, ez egy butaság, és ezzel föl lehet vinni a vérnyomásomat 200 ra és szeretném, hogyha nem mondanátok ilyet, mert a líra az nem egy műfaj, hanem egy mű nem, amiben egy csomó műfaj tartozik. De erről majd később lesz szó. Most azt szeretném, ha az berögződne, hogy mi a különbség műfaj és műnem között. Ráadásul, hogy még bonyibb legyen a történet, vannak keverék műfajok is, van olyan, hogy verses regény, meg van olyan, hogy drámai költemény, meg van olyan, hogy prózavers, tehát vannak ilyen fura műfajok is, de ezek is mind-mind besorolhatók egy-egy műnembe, mert a keverék, műfajokon, keverék, keverék műfajok esetében is egy-egy műfaj dominál, tehát egy-egy műfajnak a sajátosságai erősebbek. Például a verses regény az elsősorban regény, és csak másodszorban vers, hiszen verses formában íródott, ezért az epika műnemébe soroljuk. Na de menjünk tovább, tehát műfaj és műnem nem ugyanaz, ez jó lenne, hogyha valahogy sikerülne megjegyezni. Nézzünk néhány példát. Nézzünk olyan műveket, amelyeknek a többségével talán már találkoztatok. Például Petőfi Sándornak a szeptember végén című szövege. Ez egy elégia. Az elégia műfajába sorolódik tartalmi és formai sajátosságok alapján, hiszen rövid, verses formájú és szomorú. Most nagyon röviden leegyszerűsítettem, hogy mi az elégia. Tehát egy elégia, és az elégia pedig a lírai művek Műfajokkal együtt, a líra, a többi lírai műfajjal együtt a líra műnemébe tartozik. Tehát a szeptember vége az mű, mű, végén az műfaját tekintve Elégia, ami a, mű, a líra műnemébe tartozik. Vagy például Tamás Járon Ábel a Rengetegben című szövege egy regény, tehát műfaját tekintve regény, a regény műfaja pedig az epika műnemébe tartozik. Még a Rómeó és Júlia Shakespeare-től ez egy tragédia, tehát műfaját tekintve tragédia, a tragédia műfaja pedig a dráma műnemébe tartozik. De hogy nézzünk egy picit bonyolultabb műfajú szövegeket is, a János Vitéz az már egy picit Keveredik benne az epika meg a líra, de az is a műfaja neki, hogy elbeszélő költemény. Tehát a János Vitézben már vannak jellemzők az epika műneméből és a líra műneméből is, de azért a történetmondás dominál benne, hiszen ez tulajdonképpen egy mese, ezért az epika műnemébe soroljuk az elbeszélő költeményt. Vagy a Csongor és Tünde, ami egy drámai költemény, a drámai költemény műfaja is tulajdonképpen egy keverék műfaj, hiszen keverednek benne a drámai és a lírai jellemzők, de azért dominánsan inkább dráma, ezért a dráma műnemébe soroljuk. Vagy a ballada az az egyik legérdekesebb műfaj, például Arany János Ágnes asszony című szövege egy ballada, a balladában ugyanis tulajdonképpen mind a három műnemnek a jellegzetességei keverednek, tehát a líra és az epika és a dráma is megtalálható benne, de azért alapvetően az epika dominál, ezért az epika műnemébe soroljuk a balladát. Na de menjünk is tovább, menjünk is tovább, és akkor nézzük meg egyenként a különböző műnemeket, hogy mi jellemzi őket. Nézzük először a lírát, Elfejtettem mondani a videónak az elején, hogy hogyha egy kicsit mélyebben érdekel az irodalmelmélet, és mondjuk szeretnéd a gyakorlatban is alkalmazni azt, amit itt elmondok, akkor még ajánlom megtekintésre a Mi a figyfél, az a Lira Jén című videót, úgyhogy érdemes ezt is megnézni. Na de beszéljünk egy picit a Lira műneméről. A Lira műnemébe azt szerint az alapján soroljuk be a különböző műfajokat, azaz, ami közös minden lírai műben, hogy az elsődleges témája az az embernek a lelki világa. Ezek legtöbbször nagyon-nagyon szubjektív szövegek, ha úgy tetszik, akkor a téma az belülről jön, belülre figyelnek a lírai szövegek. Arról szólnak, hogy a versekben megszólaló lírai én hogyan éli meg a külvilág történéseit, hogyan, hogyan csapódnak le benne a külvilágnak a, a, az eseményei, a külvilágban tapasztalt dolgok. Tehát ez a líra. Ez nagyon fontos megérteni, hogy egy lírai mű nem attól lírai mű, hogy versben van írva. Ez, tehát ez nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk egy formai jellemző, a verses forma, a ritmusos szöveg, és a tartalmi jellemző között, a líra az a tartalmi okok miatt egy lírai mű, az a tartalmi okok miatt lesz lírai mű, azért, mert nagyon szubjektív, a, az érzelmekre, a hangulatra koncentrál, és egy személyiségen vannak átszűrve a világban tapasztalt dolgok. Az más kérdés, hogy a léra műnemébe tartozó szövegek, azok legtöbbször rövid terjedelműek, legtöbbször nagyon sűrített nyelven vannak írva, tehát mint egy összesűrítik a valóságot, nem különösebben részletezőek, legtöbbször Valamilyen ritmusos nyelven íródtak, tehát valamilyen versformában íródtak, de nem mindig ez nagyon fontos, hiszen létezik a prózavers fogalma, vagy létezik a szabad vers fogalma, ami formáját tekintve közelebb áll a prózához, egyrészt baromi hosszú, másrészt nincsenek benne rímek, sokszor még ilyen különösebb ritmusa sincsen, hanem tényleg teljesen szabadon árad a szöveg, de a témája miatt mégis a líra műnemébe tartozik. Jó, tehát ez nagyon fontos megérteni, hogy a vers forma és a líraiság az nem ugyanaz. Ezek megint csak nem szinonimák az, hogy valami vers vagy valami a líra műnemébe tartozik. És nagyon sokszor, vagy legtöbbször a lírai művek azok, azok valamiféle belső monológot jelentenek, tehát egy a lírai énnek a gondolatát, a morfondírozását, ö, Olvasjuk, de megint csak nem mindig. Vannak olyan lírai művek, amelyekben párbeszédben van, vagy van egy olyan, vannak olyan lírai művek, amelyek megszólítanak valakit konkrétan, vagy egy közösséget. Tehát ez sem mindig igaz, de legtöbbször, itt nagyon hangsúlyos a legtöbbször szó. És a legrégibb lírai műfajok, ezek mind az ókorban jöttek létre, tehát a legrégibb lírai műfajok az óda, az elégia, a dal, a himnusz, de nagyon-nagyon-nagyon sokféle lírai műfaj van, és ráadásul a modern lírai művek általában szét is feszítik ezeket a hagyományos műfai kategóriákat, de mégis nagyon egyértelműen besorolhatók a líra műnemében, műnemében, a témájuk miatt, amiről már beszéltem. Hogy, hogy befelé figyelnek, az egyénre figyelnek, a szubjektumra figyelnek, az egyéni érzésekre, hangulatokra figyelnek. Jó, tehát ezek, ezek a, a líra műnemébe tartozó szövegek, és az is még nagyon fontos, hogy mindhárom műnemnek a nevét használjuk jelzőként is. Tehát a líra az egy főnév, az a műnemnek az elnevezése, ide tartoznak azok a műfajok, amelyek jellemzőik alapján a líra műnemébe sorolhatók. A lírai mint jelző, ha azt látjátok a szövegben, hogy egy lírai betét, vagy egy lírai szövegrész, az pedig azt jelenti, hogy a líra műnek a jellemzőit hordozza magán. Tehát kicsit szubjektívebb, érzelmesebb hangulatok kerülnek elő, és hasonlók. Na, szaladjunk is tovább. A következő műnem az az epika. Ugye a líra epika dráma, ez a három műnem. Az epika, az epika műnemébe tartozó műveknek a közös jellemzője, az, hogy valamilyen eseménysort történetet mondanak el. Tehát ahhoz, hogy egy mű az epika műnemébe tartozon, ahhoz kell, hogy legyen benne sztori. Ez a sztori nem mindig valamilyen külsődleges történet, tehát nem mindig valamilyen akció van, amikor ez a történet belül zajlik. Tehát vannak, vannak regények, most ebben nem megyek bele mélyen, ahol tulajdonképpen külsőleg semmi nem történik. A, az, a, a sztori az magában a, a narrátorban, vagy valamelyik szereplőben van, tehát de ettől függetlenül az epikához kell történet. Így tudnám összefoglalni, hogy az epikához kell, hogy legyen történet. Aztán, ami a formai jellemzőket jelenti, az epikus művek, az epika műnemébe tartozó művek legtöbbször hosszabb terjedelműek, legtöbbször prózai formájúak, próza formában íródtak, de nagyon-nagyon sok kivétel van, hogy másnap mondjak ott vannak az eposzok, Amik verses formában íródtak, de mivel történet van bennük, ezért az Epika műnemébe tartoznak. És az Epika műnemébe tartozó szövegek nagyon változatos szövegtípusokat tartalmaznak, ugye a, a nagyobb terjedelem, a picit lazább nyelvezet, az sokkal tágabb teret ad a művésznek, Sokkal részletezőbb jellemzések vannak ezekben általában, sokkal részletesebb leírások, időnként hosszú párbeszédek. Tehát leírás, párbeszéd, történetmondás, ezek mind-mind előfordulnak az epikus művekben. A legfontosabb epikai műfajok a regény, a novella és az eposz. És ahogyan hallhattátok, az epika nevét is használjuk jelzőként is. Tehát ha valahol azt látod, hogy ez egy epikus szöveg, ugye, hogyha nem a slangben, nem szlenként értelmezed, és nem úgy értelmezed, hogy baromi jó. Az epikus eredetileg azt jelenti, hogy az epika műnemét hordozza magát, tehát valamilyen történet van benne. Általában a nagyívű történeteket tartalmazó szövegekre szoktuk mondani, hogy, vagy, hogy, hogy epikus. Tehát, hogyha valamiben sztori van, azt hívjuk epikusnak. És lehet egy versben is egy kis történetelem, és akkor azt mondjuk, hogy ebben a lírai műben van egy epikusabb rész. Szerintem most már mindenkit kellően összezavartam, de nem adom fel, megyünk tovább. A harmadik műnem az a dráma. Ugye itt is bekavar a megértésben, hogy a hétköznapi nyelvben másként használjuk egy kicsit a dráma szót. Ilyenekre gondolok, hogy ne drámázzál, vagy dráma királynő, vagy ha megnézitek a filmeknél a műfai besorolást, és azt látjátok, hogy dráma, az egy kicsit félrevezet, mert ha a hétköznapi nyelv, nyelvben azt látjuk, hogy dráma, vagy valakire azt mondjuk, hogy drámázik, akkor akkor arra gondolunk, hogy hisztizik, vagy valamilyen nagyon erős érzelmet él meg, vagy valami szomorú dolog történik vele. Tehát itt egy picit, amikor a irodalom órán beszéltek a drámáról, vagy műnemi kategóriaként beszéltek a drámáról, akkor egy picit meg kell próbálni elvonatkoztatni a hétköznapi szóhasználattól. A drámai művek sajátossága, hogy az egy, a legfontosabb sajátosságuk, hogy a legtöbbet színpadra írták. Tehát a drámai műveket azt fogja össze, hogy, hogy, úgy írták meg őket, hogy színpadra, színpadra kerüljenek. És a, telj, a, drámai dráma műnemébe tartozó művek befogadása, az tulajdonképpen akkor teljes értékű, ha azokat színpadon előadva látjuk. Ez alól is van kivétel, hiszen létezik a könyvdráma, amit úgy írtak meg, hogy, hogy nem is számoltak azzal, hogy színpadra kerül, csak valamiért a, a, mondani valót az drámai formában írták meg. Tehát az egyik sajátossága a dráma műnemébe tartozó szövegeknek, hogy színpadra íródtak, többségükben, és a másik sajátosságuk, hogy ezek is egy esemény sort mondanak el, tehát ebből a szempontból hasonlítanak az epikus művekhez, csak ezt más eszközökkel teszik, többnyire dialógusokon, vagyis párbeszédeken, monológokon, vagyis amikor a, a, dráma egyik szereplője magában morfondírozik, illetve a színpadon látható tetteken keresztül bontakozik ki a történet. Tehát nincsen bennük például hosszas leírás, hanem, hanem megjelenik társművészetként a színházművészet, és a, a külső jellemzőket azt a díszleten, a jelmezeken keresztül jelenítik meg, nem pedig a leíráson keresztül, mint például a regényben. Tehát, mint mondtam, a dráma műnemibe tartozó szövegek csak korlátozottan nyújtanak élményt, vagy igen, korlátozottan fogadhatók be olvasva, annak ellenére, hogy irodalomórán legtöbbször ezt tesszük. A dráma műnemibe tartozó műveket színpadi előadásként tudjuk igazán befogadni. Az más kérdés, hogy hát nem szabadna magyar tanárként ilyet mondanom, de nagyon sok klasszikus dráma ma már nézhetetlen nekünk színpadon. Tehát én egyszer próbáltam az Antigónéból egy adaptációt végignézni, és bármennyire is szeretem egyébként az Antigónét olvasni, színpadi előadásban nekem már, hát mit szépítsük, baromira unalmas volt, és nagyon nehezen tudtam befogadni. Jó, a leggyakoribb műfajok a dráma, tehát a dráma műnemek leggyakoribb műfajai, a komédia és a tragédia, ezek is ókori eredetű műfajok. Na nem tudom, hogy sikerült -e valamennyire rendet tennem a műnemek között, lehet, hogy rontottam a helyzeten, de azért reménykedem, hogy nem annyira. Később egyébként fogunk még részletesebben is foglalkozni az egyes műfajokkal, most csak az volt a cél, hogy egy picit rendet tegyek a különböző kategóriák között. Sziasztok!